Sziasztok! Ebben a videóban két különböző szőnyeget fogok nektek bemutatni. A szőnyeget a Game Center biztosította a videóhoz. Kezdjük először az XQ Max szőnyeggel. A szőnyeg fel van tekerve és egy átlátszó fóliába van csomagolva. Miután kibontjuk a fóliát, könnyedén ki tudjuk venni a szőnyeget. Azért könnyedén, mert a szőnyeg mindössze 2,7 kg. Ez a szőnyeg hasonlít egy normál szobai szőnyegre. Fangervennek és Van der Fortnak a nevével van fémjelezve. Mindketten az XQ Max játékosai. A szőnyeg 80 cm széles, ami teljesen jól véd a kipattanó nyilak ellen. A hosszúság azonban csak 237 cm. Kétféleképpen helyezhetjük el a tábla elé, az egyik mód, hogy ütközésig toljuk a falhoz, ebben az esetben 4-4,5 cm hosszban nem lesz szőnyeg a dobóvonal előtt. A másik módszer, hogy az XQ Max feliratnál található csíkot használjuk dobóvonalnak. Ebben az esetben azonban egy jókora területen nem lesz szőnyeg a tábla alatt, és az onnan kiforduló nyilak ellen nem fog védeni. Cipő nélkül kényelmes rajta sétálni. A puha szőnyeget játék után viszonylag könnyen feltekerhetjük, kis helyet foglal. A hátoldalán fehér csúszásgátló anyag van, a Steel hegy hegye nem tud rajta áthatolni. Most nézzük meg a vastag gumiszőnyeget, amit a Vanity gyárt. A szőnyeg egy kartondobozban érkezik, ahol látjuk, hogy hogyan fog kinézni, miután leterítettük. A dobozba azonban bele kell kapaszkodni, mert elég nehéz, közel 9 kg. Miután kinyitottuk a dobozt, láthatjuk, hogy a szőnyeg egy kartonhengerre van feltekerve. A szőnyegnek van egy nagyon erős gumiszaga. A szőnyeg kellően hosszú, 3 méteres, többféle dobóvonal is fel van jelölve rajta. Az anyaga olyan, mint egy szállítószalag gumia. A 60 cm szélességével azonban nincs olyan széles, mint egy puha szőnyeg. Ezt inkább cipőben szélszerű használni, mert nem olyan kényelmes rajta sétálni cipő nélkül, mint a puha szőnyegen. Mindkét szőnyegnek van előnye és hátránya, azonban egy dolog közös bennük. Megvédik a nyilaink hegyét, ha járólapon vagy kőburkolaton játszunk, illetve megvédi a padlót vagy a parkettát. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert hamarosan egy újabb videóval jelentkezem. Sziasztok!